Sziasztok, és itt újra itt a csatornán, ahol a környezetvédelemről, vegánságról és low waste életmódról osztok meg videókat heti rendszerességgel. Először is boldog új évet, reméljük, hogy ez az év valamivel sikeresebb lesz, mint az előző volt. Tartottam egy kis pihenőt a videókkal, és múlt héten csak egy kis podcastot tettem ki, amit még az ünnepek előtt vettünk fel, hogyha még nem láttad, akkor kattints valamelyik sarokba, ahol felugrik a link. Elkezdődött a Veganuár, amiről, hogyha még nem hallottál, ez egy hónapig tartó kihívás, vegán január, amikor is 30 napon keresztül kipróbálhatod a növényi alapú étrendet, és betekintést nyerhetsz a vegán filozófiába. Tavaly én részt vettem ebben a kihívásban, és ennek köszönhetően lettem vegán, úgyhogy most már egy éve vagyok vegán. Juhu! Nagyon örülök neki. Még mindig becsatlakozhatsz a kihívásba, most már egy hete tart a challenge, de bármikor becsatlakozhatsz a hónap során. Hogyha érdekel titeket, a proof.hu-nál fel tudtok iratkozni egy hírlevélre, amiben hasznos apró kis információkat adnak a kihívásban résztvevőknek. Ez természetesen nem kerül semmibe, ez teljesen ingyen van, nem szponzoráltak engem, vagy bármi ilyesmi, egyszerűen csak nagyon hasznosnak és kedvesnek tartom ezt a részükről. Ennek a linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Instagramon valaki megemlítette, hogy örülne egy olyan videónak, amiben bemutatjuk azt, hogy milyen alapanyagokból áll egy vegán konyha, és miket érdemes beszerezni, és nemrégiben fejeztük be a konyha felújítását, úgyhogy nem is lehetne jobb az időzítés. Mielőtt belevágnánk a videóba, szeretném kiemelni azt, hogy nem vagyok sem dietetikus, sem táplálkozás szakértő, én csak egy egyszerű mezei vegán vagyok, aki nagyon szeret főzni, illetve nincs olyan, hogy a vegán konyha, lehet, hogy ami a mi konyhánkban megtalálható, az más vegánoknál nem, és fordítva, úgyhogy ezt is érdemes szem előtt tartani. Eleinte gondolkodtam azon, hogy szükség van-e egyáltalán erre a videóra, hiszen aki főz, az nyilvánvalóan ismeri ezeket az alapanyagokat, és nem fogok semmi újat mondani, de aztán eszembe jutott, hogy mi van akkor, hogyha valaki úgy állna át, úgy szeretne átállni a növényi alapú étkezésre, hogy előtte csak pörköltet evett nokedlivel, vagy rántott húst krumplival, és nem igazán tudja elképzelni azt, hogy miből is áll ez az étrend, miket érdemes beszerezni, úgyhogy úgy döntöttem, lesz, ami lesz, csináljuk meg ezt a videót. Jól bevásároltunk a forgatás előtt, úgyhogy nem lesz üres a hűtő. Gyertek velem! Na hát ez itt a mi kis vegán konyhánk, itt szoktam készíteni azokat a fantasztikus recepteket, amikkel bombázom a népeket Instagramon, ahol, hogyha még nem követsz, Irgumburgum. Itt tartom azokat a száraz, főleg száraz élelmiszereket, amiket kimérősen szoktam beszerezni, például csomagolásmentes boltokban, vagy piacokon, vagy bioboltokban. Ugye a csatorna egy másik fókuszában a low waste életmód, tehát a csomagolásmentesség áll. Tehát itt tartjuk azokat a száraz élelmiszereket, amiket kimérősen szoktam venni saját csomagolásba. Ez itt a csicseri borsó liszt. Ezt általában tojás helyettesítésére szoktam használni, például vegán fasírtokban, zöldségfasírtokban, de panírt is lehet vele készíteni. Nagyon sokféleképpen fel lehet használni, még egyébként vegán rántottát is lehet belőle csinálni. Ezt gyakran szoktuk használni. Ez itt a zappehely, ez szerintem minden vegán háztartásban megtalálható. Lehet belőle készíteni zapkását, zapfasírtot, zaptejet, hogyha nem akarsz dobozos növényi tejet venni, és ezzel még a csomagolásokat is le tudod redukálni. Ez itt a sörélesztőpehely, amit a vegánok általában sajt helyettesítésére szoktak használni, ugyanis van egy kicsi sajtos beütése, amúgy nagyon sok B-vitamin van benne, úgyhogy még egészséges is, és kimérősen is be lehet szerezni természetesen Budapesten, vagy akár nagyobb mennyiségekben lehet online rendelni, például a bulkshopban láttam nagyobb mennyiségben. Ezt általában parmezán helyettesítésére szoktuk használni, például tésztákon, de van, hogy sajtszószokba szoktam beletenni, tehát zöldségből készült sajtszószokba, például amikor mac and cheese csinálok, úgyhogy rengeteg féleképpen fel lehet használni, de van, hogy pattogatott kukoricát készítek itthon, és akkor arra szoktam
forni, és úgyis nagyon-nagyon finom, én imádom. Mi nagyon sok tésztát eszünk, tésztavásárláskor arra érdemes figyelni, hogy olyan tésztát vegyünk, amiben nincsen tojás. A durumlisztből készült tészták általában tojásmentesek szoktak lenni, de erre azért érdemes odafigyelni, megnézni az összetevőket. Ebben tartom az olajos magokat, amiket szintén kimérősen szoktunk beszerezni. Ezt általában vagy csak így majszoljuk nasolni való gyanánt, vagy kenyerekbe szoktam beletenni, akkor ledarálom természetesen. Az olajos magokban is nagyon sok fehérje van, és nagyon sok vitamin, és alap elemei a növényi alapú étkezésnek. Jöjjön az őrültlen mag, amiben nagyon sok ala omega 3 zsírsav van, úgyhogy ezért is érdemes fogyasztani. Másfelől ez is egy nagyon jó tojás helyettesítő, hogyha őrültlen magot összekeverünk egy kis vízzel és hagyjuk állni, akkor abból egy ilyen zselés állagú massza lesz, ugyanez vonatkozik a chia magra is, az is így viselkedik, hogyha vízzel összekeverjük, és süteményekben vagy fasírtokban nagyon jól lehet használni tojás helyettesítésére. Jöjjenek a hüvelyesek, tehát például a csicseri borsó, lencse félék, a bab, borsó, stb. Ezek azért fontosak, hogyha növényi alapú étkezésről beszélünk, mert nagyon-nagyon sok fehérje van bennük, és egyébként rendkívül sokféleképpen el lehet őket készíteni. Nekem korábban a lencséről például kizárólag a lencsefőzelék, az újévi lencsefőzelék jutott eszembe, ami nagyon unalmas, és annyira nem is szerettem, de lehet belőle csinálni akár lencsebolonyait, vagy lehet belőle fasírtokat csinálni. Igen, sok fasírtot szoktunk enni. A csicseri borsóból lehet készíteni mindenféle ragukat, vagy buthatálat, vagy akár humuszt is, mi a humuszt szeretjük a legjobban. Akkor jöjjenek a gabonák és álgabonák, amikben szintén nagyon sok fehérje és nagyon-nagyon sok rost van, és rendkívül változatosan lehet elkészíteni őket. Ezek közül talán a legismertebb a rizs, rizsben rengeteg féle van, ez itt basmati rizs, ez pedig egyszerű fehér rizs. Akkor talán már nem annyira ismert a bulgur, ez is egy gabonaféle, mi főleg indiai ételeket szoktunk vele készíteni, jó fűszeresen, olajosan el lehet készíteni, nagyon-nagyon finom, mi sokkal jobban szeretjük ezt, mint a rizst. Akkor itt van a quinoa, amiben rengeteg fehérje van, én ezt el se hittem, amikor először találkoztam vele, és szerintem nagyon finom, Tomi annyira nem szereti, de kinek mit. Akkor itt van a köles. Erről is így azt gondoltam, hogy egy nagyon unalmas köret, és hogy csak diétázók fogyasztják, és amúgy nem lehet finoman elkészíteni, még nem találkoztam a köles túrógombóccal, ami a nem vegán túrógombócnak a vegánosított változata. És természetesen itt van még a kuszkusz, ami igazából fancy búzadara, és a hajdina, ami ugye Közép-Európában, Közép-Kelet-Európában is megterem, és nagyon-nagyon finom, és nagyon egészséges. Nem hagyhatjuk ki a tahinit, más néven szezámmakrémet, amiből különböző szószokat szoktunk készíteni, meg mártásokat, illetve nagyon fontos eleme a humusznak. Ez pedig már csak egy ilyen kis fancység, az aszalt paradicsom, mi amúgy is nagyon szeretjük így majszolni, de salátákba is bele lehet tenni, vagy olaszos tésztákban nagyon-nagyon jól mutat, és extrém finom, de ez nem egy eszenciális eleme a növény alapú háztartásoknak. Itt tartjuk azokat a friss alapanyagokat, amiket nem szoktam betenni a hűtőbe, tehát a hagyma, fokhagyma, krumplik, különböző gyümölcsök, amiket szintén nem tárolunk a hűtőben, de ezeket most nem szeretném így külön részletezni, inkább térjünk át a hűtőre. Na hát itt vannak a zöldségek, ezeket nem szeretném nagyon hosszasan részletezni, mert szerintem eléggé egyértelműek. Van itt padlizsán, van itt zeller, van itt rengeteg sok sárgarépa, van tök, ugye ennek most van a szezonja.
van itt gomba, én imádom a gombákat, tényleg rengetegféleképpen el lehet őket készíteni, lehet belőle gombapaprikást csinálni, vagy ebből is lehet fasírtokat, vagy gombakrémlevest, vagy egyszerű másmilyen zöldségleveseket, indiai, vagy akár táj, vagy vietnámi ételeket is lehet vele készíteni, meg lehet tölteni, és akkor sütőben is el lehet készíteni, hogyha nagyobb gombákról beszélünk, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szeretem, Tomi annyira nem rajong érte, de különbözőek vagyunk, akkor van itt cukkini, akkor van paprika, és van egy óriási nagy karfiol, amiből nem sokára majd egy finom curryt fogok csinálni. Úgyhogy ezek a zöldségek, van, hogy sokkal több zöldség szokott lenni, van, hogy kevesebb, nyáron főleg inkább zöldségeket szoktunk enni, amikor több mindennek van szezonja. Aztán itt vannak a különböző növényi húsok. Ezeket szoktunk talán a legritkábban fogyasztani, de azért szeretjük őket. Akkor itt van először a pápai ízektől egy vegán burger pogácsa. A pápai ízekről azt kell tudni, hogy ők egy magyar húsgyár, igen, akik készítenek most már vegán termékeket. Szerintem fantasztikus, én nagyon-nagyon szeretem őket. Ebből is látszik az, hogy tulajdonképpen a cégeknek tök mindegy, hogy mit gyártanak, hogyha az emberek veszik, és ők pénzt keresnek ezen, akkor nekik tényleg mindegy, hogy mit gyártanak. Most ők vagy húsos termékeket, vagy vegán termékeket gyártanak, számukra ez teljesen lényegtelen. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy most már ennek is figyelmet szentelnek, és felfigyeltek arra, hogy erre van igény. Úgyhogy őket tényleg-tényleg nagyon-nagyon ajánlom, ráadásul ezek ugye magyar termékek. Aztán itt vannak a... Ezeket most fedeztük fel nemrég a Tesco-ban. Nemrég óta lehet kapni Linda McCartney-nak a húskészítményeit, növényi húskészítményeit. Ezek azért szuperek, mert papírba vannak csomagolva, úgyhogy szelektíven lehet gyűjteni a csomagolásukat. Arra viszont figyelni kell, hogy a Linda McCartney-nak nem mindegyik terméke vegán, van amelyik csak vegetáriánus, úgyhogy ha látjátok rajta ezt a kis vegán jelzést, akkor minden bizonnyal vegán, hogyha pedig csak az van rajta, hogy vegetáriánus, akkor csak vegetáriánus, hogy erre figyelni kell. Akkor vannak itt vegán grillkolbászkák, ennek a márkának nagyon sokféle termékje van, vannak vegán felvágottjaik is, meg ilyen igazi frankfurti virsliéik is, úgyhogy őket nagyon-nagyon bírjuk, és ez az olcsóbb árkategória. Aztán itt van a híres neves Lidl által készített Next Level darált hús, ami már nagyon sokszor megjelent itt a csatornán, mi tényleg imádjuk, mert pont ugyanúgy viselkedik, mint az igazi darált hús, ugyanolyan az íze, és rendkívül egészséges is, és klímabarát is, úgyhogy imádjuk, és azt elmesélném ezzel kapcsolatban, hogy amikor megjelent először a Lidl-ben ez a termék, akkor még totál csak műanyagba volt csomagolva, de felfigyeltek arra, hogy az embereket az is foglalkoztatja, hogy miben van csomagolva a termék, tehát nem elég az, hogy vegán, legyen a csomagolása is környezetbarát, és a csomagolás egy részét lecserélték papírra. Úgyhogy ez szerintem tök szuper, ebből is látszik, hogy fogyasztói igényeket elégíti ki, amit szeretnének a vásárlók, azt megcsinálják a cégek. És akkor itt van a tofu. Egyet már megbontottam, az van ebben a pizzaviaszos kendőben. De itt van egy egész. Én ezt a Lidl-féle füstölt tofut szeretem a legjobban, szerintem ennek van a legjobb íze, én akár nyersen is magában meg tudom enni, de készítenek ebből marináltat is, és bazsalikomosat is, másoknak az ízlik, és ez ráadásul egészen olcsó is, pár száz forintba kerül, és azért is jó a tofu, mert rengeteg sok fehérje van benne, és nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, lehet belőle csinálni különböző növényi túrókat, tehát túróhelyettesítésére lehet használni, vagy én, amit nagyon szeretek, az a tofu rántotta, egyszerűen csak összemorzsolom, teszek rá egy kis kurkumát, attól lesz ilyen sárgás színe, és szórok rá egy kis fekete sót is, amiről majd mindjárt fogunk beszélni, az adja ezt a kénes tojásos ízt. De mi van akkor, hogyha nem szereted a szóját, vagy nem szereted a tofut? Jó hírem van, nem kötelező vegánként szóját vagy tofut enni. Tomi például utálja a tofut, és tökéletesen el tudja kerülni. Lehet koncentrálni a többi növényi fehérje forrásra, például a többi hüvelyesre. Nem beszéltünk még a fagyasztott zöldségekről. Hogyha egy büdzséből szeretnéd kihozni a növényi alapú étkezést, akkor érdemes fontolóra venni azt, hogy egy-két zöldséget fagyasztva vegyél, mert így sokkal, de sokkal, de sokkal olcsóbbak, mint frissen. Úgyhogy mi mostanában a brokkoli
brokkolit, azt így szoktuk venni, és a spenótot. Igen, ez műanyagban van, de ezt az életmódot mindenki próbálja meg a saját életviteléhez, a saját helyzetéhez, szituációjához igazítani. Nekünk anyagilag így éri meg, úgyhogy egy-két zöldséget így szoktunk venni. És akkor most jönni szoktak azok a kommentek, hogy jó, de a fogyasztott zöldségek azok egészségtelenebbek. Nem feltétlenül. Van, hogy a gyors fogyasztással több vitamint őriznek meg a zöldségben, mint hogyha frissen fogyasztanánk, és utazott volna több napot, és ott állt volna nem tudom hány napon keresztül a szupermarketben. Mi szoktunk venni növényi pástétomokat is. Ezt lehet otthon is csinálni, meg lehet készen is venni. A hamélyfélét azt különösen szeretjük, mert nagyon olcsó és nagyon finom, és most már rengeteg félét készítenek belőle. Van olivás, akkor van ez a paradicsomos, akkor van most már gombás is belőle, és tényleg nagyon olcsó, egyszerű nagy szupermarketekben is be lehet szerezni. És ezek nagyon jó ilyen szendvics vagy kenyér feltétek, de térjünk át inkább most már a növényi tejtermékekre. Fontos, hogy megtaláld azt a növényi tejet, ami ízlik neked, amit szeretsz. Én nagyon sokat kísérleteztem. Az első növényi tej, amit megkóstoltam, az egy mandulatej volt, és borzalmas íze volt, legalábbis nekem. Mert a mandulatejnek van egy ilyen enyhe marcipános beütése, és én utálom a marcipánt. Úgyhogy azt gondoltam, hogy jó, oké, kész, akkor a növényi tejek azok nem valók nekem, mert ez az egy nem ízlet. De aztán megkóstoltam később sok más növényi tejet, és rátaláltunk erre. Ezt a DM készíti, ez barista növényi tej, zabtej az alapja, és van benne egy icipici szója, ezt nagyon jól fel lehet habosítani, és rendkívül finom. Szerintem növényi tejek közül eddig ez volt az, ami számomra leginkább megközelítette a tehéntej ízét, és műzlibe is nagyon jó, de most megkísérlek majd készíteni házilag is hasonlót. Szinte minden tejtermékre van most már valamilyen növényi alternatíva, hát a különböző sajtokra, sajtkrémekre, még a mascarpone-ra is van növényi alternatíva, ezt például a Tesco-ban vettük, de vannak más márkák is, akik készítenek mascarpone jellegű krémet, és ez nem csak azoknak jó egyébként, akik vegánok vagy plant-based módon étkeznek, hanem azoknak is, akik mondjuk laktózérzékenyek vagy allergiásak a tejtermékekre. Ebben a szekrényben tartjuk azokat a száraz összetevőket, amiket nem kimérősen szoktam beszerezni. Például itt vannak a különböző lisztek. Én magunknak készítem a kenyeret most már jó pár hónapja. Egyrészt azért, mert én nem teszek bele 1500 összetevőt, tehát az enyémben tényleg csak liszt, élesztő, víz, só, esetleg néhány mag van, és ennyi. Nem teszek bele mindenféle ízfokozókat, meg tartósítószert, meg ilyesmiket. De ez az egyik oka, a másik oka meg az, hogy néhány hónappal ezelőtt, pont azután, hogy voltam egy vegán tüntetésen egy Vágóhídnál, ahol elbúcsúztunk a malacoktól életük utolsó útja előtt, akkor utána pár nappal bementem a Lidlbe, és végig bogaráztam az összes pékárut, hogy melyikben nincsen tej meg tojás. Miért tesznek kenyérbe tejet meg tojást? Mindegy. És ugye ezeket az allergéneket így kiszokták emelni vastag betűkkel, és én erre koncentráltam, hogy olyat találjak, amiben nincsen tej meg tojás. Találtam egyet, nagyon szuper, meg is vettem, hazajöttem. Tomi megkóstolta, és mondta, hogy tejli, ennek disznózsír íze van. Aha, igen. Aztán később megnéztem, pár napra később, amikor visszamentem a Lidlibe, és oda volt írva óriási betűkkel, hogy zsíros vekni. Mindent néztem, csak a nevét nem, meg az, hogy az első összetevő a disznózsír volt. Úgyhogy azóta inkább magamnak készítem a kenyeret, biztos, ami tuti. Egyrészt nagyon élvezem, szerintem tök jó kenyeret készíteni házilag, meg kipróbáltam a kovászos kenyérkészítést is, úgyhogy ez egy tök jó hobbi. Másrészt meg igen, így nem futok bele ilyen bakikba. Itt tartjuk a búzasikért is, más néven a szejtánt. Ez egy por, amit összekeverünk, tehát ez gyakorlatilag glutén.
hogyha jól mondom, ezt, hogyha összekeverjük vízzel, akkor egy ilyen masszát kapunk, egy ilyen gumis masszát, amit hogyha fűszerezünk, kifőzünk, utána akárhogyan el tudjuk készíteni, és hús helyettesítésére kiválóan lehet használni, már egyszer-kétszer beszéltem róla, meg is mutattam itt a csatornán. Úgyhogy ez egy tök jó alapanyag, egyébként kimérősen is be lehet szerezni, de pont amikor nekem szükségem volt rá, akkor talán nem volt, és akkor inkább így vettem meg. Vannak itt lekvárok, meg magyaróvaj, meg ilyenek, de ezeket most nem szeretném inkább részletezni, hanem inkább erről szeretnék beszélni. Szóval méz helyettesítésére is különböző növényi szirupokat szoktunk használni. A rizs szirup véleményem szerint leginkább hasonlít a mézre, ízét meg állagát tekintve, és ez európai, tehát ezt Európában készítik, meg Európából származik. Míg van az agavé, meg a juhar szirup, amik szintén nagyon jó mézhelyettesítők, csak ezek általában Kanadából, meg Dél-Amerikából jönnek, és azok nagyon messze vannak, úgyhogy inkább rizs szirupot veszek fenntarthatósági okokból, de rengetegféle ilyen mézhelyettesítő szirup van. Aztán itt tartjuk a teákat, konzerveket, vagy ilyen hosszan eltartható dolgokat, és az édességeket. Igen, a vegánok is szoktak enni édességeket, nagyon sokféle vegán édesség van, most a legújabb szerzeményünk ez a vegán Fairtrade puszedlé, amit a Tomi a Tesco-ban vett, és ez ráadásul nagyon olcsó is volt, úgyhogy ez tök szuper. Van vegán szaloncukor, nagyon sok vegán szaloncukrot lehet kapni, ezt pont ajándékba kaptuk, még magyar vegán éttermek is készítenek vegán szaloncukrokat, úgyhogy ilyen is van, és amúgy igen, csokit is eszünk, tehát ez nem egy diéta, hogyha valaki vegán, hanem ez egy filozófia, és ez azt jelenti, hogy mi ugyanúgy normális emberek vagyunk, csak annyi, hogy mi nem eszünk állati eredetű dolgokat, de ugyanúgy szeretjük a csokit, és nagyon sokféle vegán csoki van, és amúgy, ha nem akarsz kifejezetten vegán csokit venni, akkor a legtöbb 70%-os étcsokoládé vegán szokott lenni, érdemes leellenőrizni, de általában azok mind tejmentesek szoktak lenni. És akkor itt vannak a konzervek, babkonzerv, csicseriborsó konzerv, ennek ugye a leve az akvafaba, ezt mindig szoktunk itthon tartani, kukoricakonzerv, most nagyon rákaptunk a kukoricakrémlevesre, akkor igen, a vegán pástétomok, aztán kókusztejszín, ezt használjuk mostanában tejszínnek, de van, hogy zabtejszínt használunk, paradicsomkonzerv, ilyesmik, és itt vannak a teák, az egyértelműen vegán. Annyit említenék meg a teákról, hogy mi nem veszünk filteres teákat, mi csak szálas teákat szoktunk venni, mert így nem kell pici, apró műanyagokat kidobni, hanem így nagyobb kiszerelésben be lehet szerezni, és nem termelünk vele annyi szemetet. Itt tartjuk a fűszerek egy részét, egy másik részét meg egy dobozban. Nagyon sok fűszert használunk, mindig szokott lenni itthon kurkuma, erről már beszéltem, paprikapor, akkor római kömény, ugye az ilyen közel-keleties ételekhez, sóbors az eléggé egyértelmű, körlipor, bazsalikom, oregano, és itt van az a híres neves fekete só, amiről már korábban beszéltem, ezt közel-keleti boltokban vagy bioboltban lehet beszerezni. Ez egy olyan só, aminek alapból egy ilyen kis kénes íze van, ami a tojásra emlékeztet, úgyhogy tojás helyettesítő ételekbe például tök jó beletenni, és nem egy drága cucc, és ez a zacskó szerintem nekünk évekig elég lesz tényleg, mert csak nagyon kicsit kell belőle használni. Hát nagyjából ennyiből áll a mi kis vegán konyhánk, persze szezonálisan változik az, hogy éppen mit tartunk itthon, de nagyjából ennyi. Írd meg kommentben, hogy szerinted mik azok az esszenciális alapanyagok, amiket érdemes otthon tartani egy vegán háztartásban, és hogy neked mik a kedvenc vegán alapanyagaid, amiket nagyon gyakran szoktál használni. Aki most vág bele a kihívásba, annak nagyon sok sikert kívánok, és remélem, hogy tetszeni fog. Hamarosan találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra és egymásra, sziasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videómat, hogyha szeretnél támogatni, akkor a Patreon oldalamon keresztül közvetlenül is támogathatod a munkánkat. Hello!